Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! A legfőbb ügyészség megalapozott gyanúja szerint Völner Pál 2018. május és 2021 közepe között alkalmanként 2-5 millió forint közötti összeget fogadott el kenőpénzként, összesen 83 millió forintot. Ez egy nagyon súlyos, az elmúlt évtized legsúlyosabb korrupciós botránya, de én azt gondolom, hogy ez csak a jéghegynek a csúcsa. De nézzük meg, mi is a helyzet Magyarországon a korrupcióval kapcsolatban. Készül minden évben egy korrupció érzékelési lista, amely a világ összes országát rangsorolja. Ebből, ha kiválasztjuk a legutóbbit, a 2021-est, azt láthatjuk, hogy Magyarország tovább rontotta a helyzetét. És utolsó előtti az Európai Unióban csak Bulgáriát előzzük meg, egyébként Magyarország az EU legkorruptabb országa. Világranglistán 73-ok vagyunk, 10 év alatt sikerült az Orbán kormánynak a 46. helyről a 73. helyre kormányozni az országot. Azt láthatjuk, hogy rendszer szintű korrupció alakult ki Magyarországon. Ennek az oka elsősorban a szinte korlátlan hatalommal rendelkező kormánypártok és a hozzájuk kötődő üzleti körök elfoglalták a közélet és a gazdasági élet szinte minden részét. Az ellenőrzésre hivatott állami szervek a NER kiszolgálóivá váltak, a politika befolyásolja a büntetőpolitikát, kézben tartva az ügyészséget. Nincs Magyarországon korrupcióellenes ügyészség, nem csatlakoztunk az Európai Ügyészséghez. Megfigyelhető a demokratikus intézmények leépítése, a jogállamiság folyamatos, fokozatos felszámolása, a NER-lovagok elképesztő mértékű gazdagodása, a törvényes csaláson alapuló jogrendszer kialakítása. Mit gondol erről, miniszter úr? Rendben van ez így? Rendben vágy az ország szekere? Várom megtisztelő válaszát. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Gulyás Gergely miniszter úrnak, parancsolj miniszter. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt országgyűlés. Tekintette arra, hogy két perc alatt részben meg is cáfolta saját magát, ezért én csak már felhívom a figyelmet azokra az ellentmondásokra, amelyek a felszólásában láthatóak voltak. Tehát, hogyha kézi vezérlés az ügyészség, akkor alig ha lenne elképzelhető, hogy egy fideszes országgyűlési képviselővel, ráadásul miniszterhelyettessel szemben választások előtt kevesebb mint 4 hónappal közölnek súlyos korrupciós vád miatt, korrupciós gyanú miatt gyanúsítást. Úgyhogy önmagában ez a tény az egyéb állításokat, amelyeket itt hosszan felsorolt, teljesen hiteltelenné teszi. Azt látjuk, több ügyben is látjuk, önök szoktak rá hivatkozni, az ügyészség a bűncselekményt, a bűnt és a korrupciót üldözi, független attól, hogy egyébként fideszes vagy ellenzéki képviselő követel ilyet, illetve hogy egyáltalán képviselői minősége van-e az illetőnek, aki bármilyen bűncselekményt elkövet. Ez szerintünk akkor is helyes, hogyha természetesen kormánypárti oldalt érint, úgyhogy ennél ékesebb bizonyítéka az ügyészség függetlenségének és a korrupció üldözésnek alig ha lehet. Ön egy korrupció érzékelési listáról beszélt, szemérmesen, és ezt javára írom, hogy szemérmesen nem mondta ki, hogy ez a Transparency-nek a listája, hiszen a korrupció érzékelési listát csak is a Transparency csinál, ugyanis korábbi még az alkotmányzó időszakában folytatott vitáink alapján sosem gondoltam volna, hogy ön Soros György különböző statisztikáit, amelyeket pontosan tudjuk, hogy a valóság a legcsekélyebb mértékben sem befolyásol, fogjanak meg egy politikai vitában idézni, de meghökkenésen nem próbálok túllépni, és csak jelzem önnek, hogy a Soros György által, pénzelt szervezetek által készített ranglisták, azok nem érdemi tevékenységet, valós állapotot fejtenek ki, hanem Soros György politikai szimpátiát minősítik. Javaslom, hogy teljes egészében mégsem csatlakozzon az összefogással ehhez. Köszönöm. Megköszönöm miniszter úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót képviselő úrnak, parancsolja. Hát miniszter úr arról beszélt, hogy tulajdonképpen a korrupció nem is olyan erősebben az országban, és nincsen rendszer szintű korrupció. Azért én néhány nevet engedjem már meg, hogy itt kiemeljek. Például Farkas Flórián, aki ott ül az önök soraiban, vagy Simon Miklós nevét emelném ki, vagy Mennyi Rolandét, alias Voldemort, de Simonka György, Boldog István és Völner Pál. Csak néhányan azok közül, akik itt ülnek általában most, azt hiszem, hogy egyik sincs itt. És mégis ellenük büntető eljárás van, korrupciós bűncselekménnyel gyanúsították, vagy voltak ellenük eljárások. Miniszter úr, van még lejjebb, de ez csak a jéghegynek a csúcsa. Hová jutunk így Magyarországon, hogyha ezt fogjuk látni?
Magyarországon a korrupció tény, hogy erősödik az elmúlt 10 évben, hihetetlen mértékben megerősödött, és azt is látjuk, hogy nincsen korrupciós ügyészség, nem merünk csatlakozni az európai ügyészséghez, ez pedig ahhoz vezet, hogy tovább fog erősödni a korrupció Magyarországon. Mit gondol erről, miniszter úr? Tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszter urat. Miniszter úr, öné a szó. Azt gondolom, hogy a Jobbik nem csak az ország szuverenitását adná ma már föl, hanem saját szuverenitását is teljesen feladta a demokratikus koalícióval való összefogás során, mert korábban az elképzelhetetlen lett volna, hogy egy olyan szervezethez való csatlakozást támogassanak, amely tehát egy olyan személy vezet, Laura Kövesi személyében, akinek a koncepciós alapú eljárásai ellen, amelyeket magyar politikusok ellen és RMDSZ-esek ellen indítottak Romániában, önök ugyanúgy tiltakoztak, mint mi. És úgy gondolják, hogy majd ez a szervezet, ami egyébként szuverenitássértő is, ez majd jót fog tenni Magyarországon vagy bárhol máshol. Szerintem gondolkodjanak el azon, hogy olyan jó úton járnak-e, hogyha a román korábbi magyar ellenes eljárásokat indító korrupciós ügyész által vezetett szervezethez való csatlakozásra biztatják Magyarországot. Képviselőtársam pedig nem tudta feloldani azt az ellentmondást, csupán tovább erősítette, hogy ön felsorolta, hogy az elmúlt 12 évben kormánypárti képviselőként tevékenykedő több mint 300-400 emberből ki az a 3-4-5, akivel szemben gyanút közölt, vagy esetleg bűncselekményt állapított meg az ügyészség, illetve a bíróság. Ez azt mutatja, hogy a jogállam működik, és természetesen senki nincs felmentve az elkövetett bűnök alól, senki nem élvez büntetlenséget, és senki számára nem bocsátható meg azt, hogyha korrupciós cselekményt követel az önök számára sem.